Szekeres Judit első könyve, A meztelen igazság tegnap került bemutatásra az Óbecsei Népkönyvtárban. A regény szerelemben, drámában és erotikában gazdag, és elsősorban a 16 év feletti nőket célozza meg. Meddig lehet titkokkal teljes életet élni? Erre ad választ ez a kötet is. Ez egy romantikus történet, és azt gondolom, hogy minden női lélek nagyon szereti az ilyen történeteket olvasni, úgyhogy tehát én azt mondom, hogy a nőknek szántam leginkább, de a férfiak is elolvashatják, persze, mivel hogy a másik főszereplő egy férfi, és hogyha a férfi olvasó bele tudja képzelni magát a Márton, a főszereplőnek a bőrébe, akkor számára is ez egy nagyon jó élmény lehet. Én nagyon örülök, hogy ezt a könyvet választottam, hogy megírjam a történetét, mivel ez nagyon közel áll hozzám, és könnyen tudtam azonosulni a szereplőkkel is, és magával a történettel. Az óbecsei születésű hölgy gyermekkora óta foglalkozik írással. Első történetét az általános iskola 5. osztályában írta meg, majd néhány év kihagyás után egyetemi tanulmányai befejeztével újra papírt és ceruzát ragadott, és elkezdte sorokba önteni gondolatait, fantáziáit. A legtöbb dolgot, tehát ez az én fantáziám szülte. És ezt én úgy tudom elmondani, hogy ez csak úgy jött, tehát szó szerint csak úgy jöttek a gondolatok, és mintha egy filmet néznék, tehát mintha egy filmként vetítenék előttem a történetet, és sokszor azon kaptam magamat, hogy nem tudom abban az ütemben, abban a gyorsaságban gépelni a szöveget, mint amilyen gyorsaságban jönnek a gondolatok. Az én érdeklődési köröm meglehetősen tág, úgyhogy szeretnék más irányba is mozogni, miután, de természetesen először most csak a mostannál maradnák a jelennél, tehát meg szeretném várni, hogy milyen sikere lesz ennek a könyvnek, és ha pozitívan zárul, akkor mindenképpen folytatnám, és kipróbálnám magam más területeken is az írásban. Az írónő már dolgozik második könyvén, azaz a történet folytatásán, melynek megjelenése ősszel várható. A szerző elmondása szerint az is legalább annyira titokzatos és szenvedéllyel teli lesz, mint a meztelen igazság.